ünnepi istentiszteleten iktatták be a Kelet-Békési Evangélikus Egyházmegye új felügyelőjét, Liska Andrást. Most egybe gyülekeztünk Isten szent házába, hogy beiktassuk őt tisztségébe. Hallgassuk meg, mit mond Péter apostol az egyházi szolgálatról. Úgy szolgáljátok egymást azzal a kegyelmi ajándékkal, amelyet egyenként kaptatok, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki szól, úgy szólja, mint Isten igéjét, ha valaki szolgál, azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad, hogy Isten dicsőítessék mindenben Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Az igehirdetés után az iktatás szolgálatát Kondor Péter esperes végezte. A Kelet-Békési Evangélikus Egyházmegye gyülekezeteinek választása, valamint kijelentésed, kézadásod és esküd alapján beiktattak téged a Kelet-Békési Evangélikus Egyházmegyei felügyelői tisztségbe az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Az istentisztelet után a Kelet-Békési Evangélikus Egyházmegye közgyűlésén az újonnan beiktatott Liska András felügyelő megtartotta székfoglaló beszédét, melyben elmondta, nehezen tudná meghatározni az egyházmegyei felügyelőnek, meddig tart a feladatköre, szolgálatának melyek a határai. Bár a felügyelőnek munkaköri leírása nincs, de biztos abban, hogy a feladatok megtalálják. Kifejezetten izgalmas és valószínűleg sok-sok kihívást jelentő szolgálatról van szó. Evangélikus egyházunk és nagyon sok változáson megy keresztül. Igyekszünk így Gyulán, a Gyulai Evangélikus Egyházközség életét is bemutatni, amennyire lehet ezeket a gyülekezetben zajló eseményeket a városban élők elé tárni. Ez egy picit nagyobb léptékben, az egyházmegyében is hasonlóképpen történik. Azokat az eseményeket, amik az evangélikus hívek életében zajlanak, azokat is igyekszünk minél inkább megosztani a megye lakosságával. A közgyűlés végén többen köszöntötték az új felügyelőt, Liska Andrást.